Jó estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Érdemes lesz ma este is velünk tartani, érdekes témákat válogattam össze. November 17-e a koraszülöttek világnapja. Több éves hagyomány már a kórházban, hogy ez alkalomból kis műsorral, apróságokkal köszöntik a korababákat és szüleiket. Az összes születés 8-10%-a végződik koraszülöttséggel. A legfrissebb statisztikák legalábbis ezt mutatják, ami nem kevés esetet jelent. A Fejér megyei Szent György Kórház számára már több éve kiemelten fontos a koraszülöttek világnapját megünnepelni. Ezzel is emlékezve a kis hősökre, akik már születésük pillanatától nehézséggel indulnak az életben. Ám a megfelelő intenzív osztályi ellátás mellett ugyanolyan eséllyel fejlődhetnek, mint egészséges társaik. Azt gondolom, hogy nagyon sokan nagyon keveset tudnak magáról, a koraszülöttségről, az állapotról. A szülők tulajdonképpen akkor szembesülnek vele, amikor koraszülött lesz a gyermek. Ezt előre nem lehet tervezni, sőt mindenki azt tervezi, hogy időre szüli meg a gyermekét. És az úgy gondolom, hogy erről nem lehet eleget beszélni ahhoz, hogy mindenki tudja, ismerje ennek az állapotnak a lényegét, illetve az ezzel járó kisebb-nagyobb problémáknak a miben létét. Talán ez a rendezvény is ahhoz járul hozzá, hogy közelebb hozzuk a hétköznapi emberekhez a koraszülött ellátásnak ezt a kicsit misztikus mi voltát. És milyen statisztikák vannak erre az évre eddig bezárólag a koraszülötteket illetően? Tehát hányan érintettek benne, milyen esélyekkel fejlődnek ugyanúgy utána is, mint egy egészséges baba? Általánosakban azt lehet mondani, hogy az összes születéseknek a 10%-a az, ami 8-10%-a, ami koraszülöttséggel végződik. Nyilván ezek között, a koraszülöttek között vannak kisebbek, nagyobbak. Az igen veszélyeztetett, úgymond rizikós csoport az 1 kg alatti súlykategóriába tartozik, sőt olyan szintre fejlődött szerencsére a koraszülött ellátás, hogy most már azt mondhatnám, hogy a nagyon rizikós csoport az a fél kiló, 500 g körüli súlyú gyermekeknek a csoportja. Szerencsére közülük is a nagy részét különösebb utóbetegségek nélkül sikerül megmentenünk. Most viszik az újszülöttet, aki korábban érkezett. Sok szülő is ellátogatott gyermekével a rendezvényre, akik között többen személyesen is érintettek a témában. Azok az édesanyák, akik ezt egyszer átvészelték, nagy teherrel küzdöttek meg. Legtöbbször ugyanis váratlanul éri a hír a családokat, hogy gyermekük koraszülött lett. Én magam koraszülött voltam, vagy vagyok. Nem így születtem, de a családot váratlanul érte ez az esemény, és minden korábban érkezett babának a családja egy sokban van. És ez az ünnep azért van, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy a koraszülöttek mennyire erősek, mennyire hősiesek, és milyen fantasztikus támogatás van mellettük és mögöttük. És azért jöttem én is, hogy ünnepeljem őket, picit magamat is, lilában, ugye a világnapnak a színében. És nagyon remélem, hogy sokan jönnek, és sokan felfigyelnek arra, hogy attól, hogy egy baba korábban érkezik, attól még ott van a támogatás mellettük. Ellátogatott az eseményre Őstör Anna Mária egészségügyi és sporttanácsnok is, aki a gyermekvállalás támogatásának fontosságáról beszélt. Napjainkban egyre hangsúlyosabb lesz a demográfia, a gyermekvállalás problémája, és Székesfehérváron is ez egy nagyon fontos és aktuális kérdés. Székesfehérvár városa segít a gyermekvállalásban, hogy minél több szülő kapjon kedvet ahhoz, hogy még több gyermeket vállaljon, és nem szeretnénk utána sem elengedni a kezüket. Különösen nem akkor a szülötteknek, akik azért nehezebben kezdik az életet, és sokkal több időt, energiát igényel mindenkitől, a várostól, a szülőktől, az, hogy ők aztán felzárkózzanak, és azonos esélyekkel lépjenek az életbe. Az érintett szülők és gyerekek közös zenéléssel, játékokkal és versekkel emlékeztek meg a koraszülöttek világnapjáról.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Fejér megyei szervezete immár 13. alkalom alatt állt a Fejér megyei prímadíjakat. Az elismeréseket azoknak adták, akik területükön maradandót alkottak. Megható pillanatoknak lehetett tanulja a Hotel Magyar Király vendégserege a 13. Fejér megyei prímadíj ünnepélyes átadóján. László István, a Vállalkozók Országos Szövetsége Fejér megyei szervezetének elnöke köszöntötte Demián Sándornét, az alapító özvegyét, majd egy portréfilmmel idézték meg Demián Sándor emlékét. László István megnyitó beszédében hangsúlyozta, a prímadíjat vállalkozók, a gazdasági szereplők alapították, hogy a politika képviselői és a díjazottak, művészek, tudósok, orvosok, zenészek és sportolók ezáltal is jobban figyeljenek egymásra, megbeszéljék, értékeljék, majd együtt ünnepeljék az élet minden területén elért kiemelkedő teljesítményeket. Vállalkozók fognak össze annak érdekében, hogy tudjuk díjazni, és ugye nem kevés díj, mert 3x1 millió forintot fogunk kiosztani, azon kívül még egy közönségi díjat is 250 forint értékben. És az, hogy itt lehetünk, én úgy érzem, hogy a társadalomunk egyre jobban elfogadja azt, amikor valaminek van értéke, és szeretnénk visszahozni a vállalkozóknak megbecsülését. Az est résztvevőit köszöntötte Cserpalkovics András polgármester is, aki kiemelte a prímadíj fontosságát, azt a szándékot, amely megteremti az esélyt a választott hivatásukban kiváló eredményeket elérők előtt, hogy megerősítsék önmagukat és környezetüket. Örülök annak, hogy ebben a megyében, ebben a városban vannak olyanok, akik szeretik a kultúrát, szeretik a művészeteket, szeretik az egészségügyet, az oktatást, magyarul szeretik azokat a területeket, akiknek jeles képviselőit kívánta az alapító, hagyományteremtő célra kitüntetni, az ő munkásságukat elismerni, és őrájuk a figyelmet felhívni. Hitünk szerint biztosan tudhatjuk azt, hogy valahonnan most nézi ezt a ünnepséget is, és biztos vagyok abban, hogy abban egyetért mindenkivel, aki ezt a döntést meghozta, meg meghozhatta, legyen az család, legyen az adott esetben új felelős, legyen az valamilyen hivatalban lévő ember, hogy ennek a hagyománynak folytatódnia kellett, és folytatódnia kell. A Fejér megyei prímadíj 1-1 millió forinttal járó fődíjait dr. Pukancsik János főorvos plasztikai sebész, Mics Gergő zenész, tanszékvezető és Békis László újságíró vehette át. A közönségdíjat DNS Otto tanár, író, képzőművész kapta. Pukancsik János meglepetéssel fogadta az elismerést, ami további megerősítést ad munkájában. Én már a jelölésnek is nagyon örültem, és úgy, ahogy az elnök úr mondta, László István, hogy már a jelöléssel is győztesek vagyunk, de erre nem számítottam, megmondom őszintén, de nagyon örülök neki, hogy ilyen eredménnyel zárult ez. És meg tudja fogalmazni azt, hogy ön szerint jár bármilyen kötelezettséggel az, hogy ezt a díjat ön most megkapta a további munkásságát illetően, vagy ugyanúgy fogja folytatni, ahogy eddig, és reméli, hogy ugyanúgy elismerik majd a munkáját, ahogyan eddig? Hát nagy változást nem szeretnék, ugyanígy szeretném folytatni a munkámat, szeretnék továbbra is dolgozni alázattal, becsülettel. Díjazott lett Mics Gergő is, aki a Székesfehérváron tisztelt és megbecsült pedagógus-zenész dinasztia tagjaként sokat tett azért, hogy Székesfehérvárt a zene városaként is tiszteljék szerte a hazában. Örülök a díjnak, természetesen örülök a jelölésnek, örülök annak, hogy olyan városban élhetek, ahol figyelnek a kultúrára, támogatják maximálisan, és én lehetek az a személy másodmagammal, Vörös Tamással, akivel azt a fesztivált, aminek részben azt gondolom, hogy a díj elnyerésének az egyik fontos alapköve, hogy ezt mi szervezzük, hogy igen, tehát csinálok jó dolgokat, olyat, amihez azt gondolom, hogy értek, és amit szeretek, és igyekszünk továbbra is szolgálni a kultúrát. És mennyire érzi a felelősségét annak, hogy most további kötelezettségekkel jár ez a díj, tehát hogy most kvázi túl kell teljesíteni kicsit, amit eddig tett, és még többet mutatni ezáltal? Most, hogy ezt tetszik mondani, ez nagyon rosszul hangzik, de én nem szoktam ebbe belegondolni. Én azt gondolom, hogy felelősen élem az életemet, mint ahogy már mondottam korábban. Nem hiszem, hogy erre licitálni kell. Bízom benne, hogy továbbra is kell a alázattal és a mögöttünk lévő tapasztalatokkal mindig egy kicsit jobban, nem is tudok jelzőket mondani, hogy hogyan, de csináljuk, amíg igény van, addig csináljuk. Békis László egy olyan újságíró nemzedék tagjaként érdemelte ki az elismerést, akik a rendszerváltás viharai után a hiteles tájékoztatáson túl a minőségi tollforgatásnak is jeles képviselői. Abszolút meglepetésként ért a
Prima díj, már a jelölés ténye önmagában igen nagy megtiszteltetésnek éreztem, pláne, hogy hat olyan kiváló embertársaságában jelöltek, akik közül bárki, bármelyikük megérdemelte volna ezt a díjat, talán jobban is, mint én. Ezt nem a kötelező szerénység mondatja velem, így gondolom. Nagy elismerés a díj, és azt gondolom, hogy biztatást jelent a számomra a továbbiakra. Az este nagy szeretettel fogadták a közönségdíjas Dienes Ottót is, aki idestova 6 évtizede pedagógusként meg annyi generációt tanított, oktatott és nevelt, és íróként, illetve képzőművészként is sokat tett a székesfehérvári kultúráért. Arra, hogy én valamikor ilyen díjat kapok, nem számítottam, de így, ha így visszamenőleg nézem az életemet, hát elég sokat dolgoztam ebben a városban, mint pedagógus elsősorban, és mint évtizedek óta kiállító képzőművész, festészetben és szobrászatban, kis plasztikában főképpen. És hát én szerettem volna úgy betetőzni a életművemet egy kötettel, már 4 kötetem már megjelent annak idején, 5. kötetet, amiben hát benne szerepelnek a válogatott verseim, a válogatott esszéim és rengeteg kis plasztika, egy igen tartalmas és szép könyv. Hirt Károly az ARAK elnöke, a város és hazánk egyik legkiválóbb atlétaedzője, a sportok királynőjének képviselőjeként a közigazgatási hivatal külön díját vehette át az esten. A következő percekben arról lesz szó, hogy miként válaszunk autót úgy, hogy mindenképpen jól járjunk. Nem elég, hogy a jármű szép legyen, a festék alá is be kell nézni. Itt vagyunk az autókereskedésben, és megtaláltuk álmaink autóját. Na de nem szabad elfeledkezni, az állapotfelmérésről sem. Vilcsek Róbert fog nekünk ebben segíteni, hogy mi az, amire feltétlenül figyelnünk kell, és mi az, amit mi ki tudunk szűrni tulajdonképpen autóvásárláskor. Első és legfontosabb dolog, hogy köszöntsem a nézőket, a sziasztok. A másik dolog, hogy köszönöm, hogy minket választottatok. Harmadik az állapotfelmérés. Nagyon-nagyon fontos állapotfelmérés vásárlás előtt. Ennek két oka van. Az egyik, hogy engem is megnyugtat arról, hogy jó autót választottam. A másik oldal pedig azt, hogy az eladót is valamilyen szinten biztosítom arról, hogy későbbiekben nem lesz probléma. Harmadik, amit nem mondtam, hogyha egy márkaszervizben csináltatunk állapotfelmérést, ők adnak róla egy hivatalos dokumentációt, és nyilván ezek után vállalni fogják a felelősséget az elvégzett munkáért. Háromféle dolgot különböztetnék meg: a motorikus állapot, a karosszériás állapot és az esztétikai állapot. Ugye a karosszéria és az esztétika az lehet egy picit egyforma is, de ugye első körben motorikussal rendben legyen az autó, a kötelező szervizek időben és az előírásoknak megfelelően el legyenek végezve rajta, folyadékszintek feltöltve legyenek és annak megfelelő anyagok legyenek benne, illetve maga, ha ránézünk, lássuk azt, hogy motor esztétikusan szépen rendbe tartott, vagy adott esetben látnak különböző problémákat, itt jelen esetben gyönyörű autóról beszélünk. Karosszériáról, ugye sérült autó, előzménykáról tudunk még beszélni, itt a meglevő sérülést. Nyilván meglevő sérülés, azt laikus is látni fogja. Előzmény sérüléseket ugye vagy a... Kivéve ugye, hogyha nincsen kijavítva. Vagy hát ki van javítva, de úgy van nem kijavítva. Nem megfelelően, ugye ez a következő, amikor vastagságmérővel, illetve különböző műszaki eszközökkel ki lehet szűrni, hogy volt-e előzmény javítás. A harmadik azért nyilván egy szakértő, egy szakember, egy szakavatott szem észrevesz, hogyha nem megfelel. Meg van javítva, de nem megfelelően van javítva. Én nagyon sokszor szoktam azt javasolni egyébként, ha olyan minimális felületi sérülés van, ne javítassuk le, hogyha nem annyira szembetűnő és probléma, mert én hiszem azt, hogy egy autó sokkal kevesebbet veszít akkor az értékéből, hogyha van rajta pár karc, hiszen mondjuk úgy azért egy nagy bevásárlóközpontban ez bármikor előfordul, rányítások, mint adott esetben egy újra fényezett elem, ilyenkor jön ugye a
összeesküvés elmélet, hogy biztos egy nagy kamionnak ütközött, majd úgy vágták ki a tűzoltók a sérülteket az autóból, holott csak egy elemet meghúztak, és ugye ezt festették újra. Nagyon sokszor ugye egy elem fényezése nem lehetséges, hanem mellette két elemet ugye hozzá kell idézőjelbe ködölni, javítani, hogy ne legyen olyan feltűnő az új fényezés. A harmadik pedig a belső tér, illetve a belső esztétikai állapot, ami gyakorlatilag egy kárpitozásból, nyilván egy szép belsőből, nem szakadtak az ülések, nincsen összekarcolva a műszerfal és az ilyen kis egyéb apró szemedgyönyörködtető dolog. És ugye azt mondjuk el, hogy a vevő idejön, akkor ő megnézi az autót. És amit ő lát, az a külső karosszéria és a sérülések esetleg, ha úgy van, és a belső kárpit. Viszont ugye egy márkakereskedés garanciát is ad arról, hogy a motor is olyan, mint amilyennek valójában tűnik. Igen, mi ugye minden autóhoz állapotlapot adunk, illetve minden autóban megtalálható egy állapotlap, amit ugye láttunk is itt a mai nap folyamán, ami gyakorlatilag leírja, hogy a motor rendben van, és azért mi felelősséget is vállalunk. Ez a felelősség, ez miben merül ki, hogyan kell elképzelni, meddig tart? Ugye, ami legfontosabb, hogy 30 000 kilométer vagy egy év garanciát vállalunk minden autóra, amit mi értékesítünk. Nagyon fontos az, hogy nem úgy akarunk autót értékesíteni, hogy már meglevő hibát visszahoznak, és mi jaj de jó fej srácokként kijavítjuk, hanem az minden autót úgy készítünk fel, hogy az rendben legyen az előírásoknak megfelelően, és a későbbiekben előforduló hibákat garanciába javítjuk bizonyos avultatás mellett. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy használt autóról beszélünk, tehát benne van a pakliba az, hogy most rendben van, de fél év múlva bármi meghibásodhat benne. Nem csak ebbe, bármelyik használt autóban. Fehérváron készül a világversenyre a magyar nemzeti cukrász és szakács válogatott. A luxemburgi kulináris világbajnokságon mintegy 30 nemzeti válogatott méri összetudását. Így hát a magyaroknak fel kell kötniük azt a bizonyos szakácskötényt. Nagy a sürgésforgás ennek a székesfehérvári étteremnek a konyhájában. Valenter István séf, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség szakács alelnöke városunkban készíti fel csapatát a luxemburgi megmérettetésre. A magyar szakácsválogatott minden tagja elhivatott és lelkes. A 11 fős csapatnak a világbajnokságon 5 óra alatt 110 fő számára kell háromfogásos menüjét megfőznie. Ugye most lesz ez a novemberében a szakács világbajnokság, ez a Culinary World Cup, amit ugye a magyar nemzeti válogatottként szereplünk mi is, kis csapatunkkal, és ugye ez a mai az utolsó próbánk, tehát effektív a fő próba. Úgyhogy bízunk benne, hogy minden úgy alakul, ahogy szeretnénk. Az, hogy mit csináltok, azt gondolom nem szeretnétek elmondani, de inkább egy pár szót akkor arról azért mondjunk, hogy hogyan készültetek, és mióta megy ez a hatalmas munka így azért közösen egy. Hát a tényleges munka az azért jó pár hónapja zajlik együtt is, illetve azért a kezdeteket még jó pár hónap megelőzi a szervezés, illetve a csapatnak a kiválogatása, illetve a csapattagoknak a kiválogatása. Van nagyjából egy a másfél év, amióta együtt dolgozunk. Szerdán indulunk, 24-én lesz az első versenynap, és 26-án a második nap. Tudni kell róla, hogy ez egy kétnapos verseny, tehát két különböző programot kell teljesíteni, egy hidegkonyhai programot, ez a 24-e, illetve a melegkonyha, amit most éppen készítünk elő, az pedig 26-a. Óriási munka vár a csapatra, hiszen november végén 30 nemzeti válogatott méri össze tudását az ötnapos verseny alatt, akik a világ minden részéből érkeznek. A magyar csapat elhivatott, szeretné felvenni a versenyt olyan országokkal, mint Norvégia, Svédország, Dánia, Szingapur, Korea, Svájc, Kanada vagy akár az USA. A nemzeti csapat a magyar ízeket is feltálalja majd a kulináris világbajnokságon, melyet 4 évente rendeznek meg. A kiutazó magyar csapatban a biztos tag Volenter István volt, emelte ki Krivács András. A további kiadóhelyekre meghívásos alapon, illetve egy 2 lépcsős megmérettetésen kerülhettek be a tagok.
ez egy kulináris világbajnokság, amely 4 évente kerül megrendezésre, és valóban az utolsó helyszínen vagyunk itt Székesfehérváron, méghozzá egy nyilvános főpróbán, annak vagyunk az elszenvedői vagy az élvezői, attól függ, hogy sikerül majd az a menü, amelyet a kollégák letesznek itt a 5 óra versenymunka után a 2 óra tálalásban a vendégeknek az asztalára, és természetesen én úgy gondolom, hogy a vendégek nagy megelégedésére, ugyanis nem csak a magyar ízeket találhatják majd meg benne az ide érkező vendégek, hanem a nemzetközi zsűri által fémjelzett ízeket, amely egy picikét skandináv, egy picikét nyugat-európai, és természetesen ott vannak benne azok a tipikus magyar vonások, amely mi ránk magyarokra is jellemző. Egy pár mondatot a technikai részéről, hát hogyan lehetett ide kijutni, hogyan lehet egy ilyen versenyre kijutni? A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetségnek van egy világtagozata, a World Shapes, amelynek 105 tagország, több mint 10 millió séf, illetve vendéglátásra foglalkozó kollega a tagja, és mi ennek szinte alapító tagjai vagyunk ennek a World Shapes nevezetű óriás világszervezetnek, amely a világ egyik legnagyobb gasztronómiával foglalkozó szervezete, és itt 52 nemzeti team, illetve 52 nemzet képviseli magát ezen a luxemburgi világbajnokságon, és 30 nemzeti válogatott. Mi a 30 nemzeti válogatottban különböző előpróbák alapján válogatják be a nemzeti tímeket, a nemzeti csapatokat, és hála jó Istennek, mi az első kalapos sorsolásban vagyunk benne. Adamek Ádám, Volenter István és Murányi Mercedes séfek Kuala Lumpuri sikerei után a magyarok azonnal bekerültek az előkelő top 10-be a világon, így most újra rajtunk a világ szeme, Luxemburgban is bizonyíthatunk. A séfek a keddi főpróba alatt azt ugyan nem árulták el pontosan, mi lesz a menü a világversenyen, de annyit azért megtudtunk, hogy hal is kerül majd a zsűri asztalára. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Jövő héten pedig a megszokott időpontban újra várom majd Önöket. Viszontlátásra!